Az életben azt gondolom, hogy nagyon sokszor találhatjuk magunkat olyan helyzetben, amikor rájövünk arra, hogy szükségünk van segítségre. És szerintem a Biblia egyik legszomorúbb mondata az a fél mondat, hogy nincs emberem. Hogyha valaki így szembesül egy nagy problémával, hogy nincs embere, hogy nincs kihez odafordulni, nincs kitől segítséget kérni, akkor nagyon nehéz helyzetben van. Egy közösségben, ahova oda tartozok, ahol otthon vagyok, ahol szeretnek, ahol törődnek velem, ott mindig van egy emberem, akire számíthatok, aki jön, aki segít, aki felemel, ha elestem. Szerintem ezért nagyon fontos a közösséghez tartozni. Isten jóságából sikerült megtapasztalnunk azt, hogy milyen párhuzamok vannak a lelátó és az imaház között. Például a kedvencem az, hogy itt sem zavar senkit, hogyha elrontjuk a daloknak a szövegét, vagy hogyha egy kicsit hamisan énekelünk. Csak az az egy dolog számít, hogy szívvel és lélekkel énekeljünk az Úrnak. Mikor a gyülekezetre nézek és látom azt, hogy elkezdenek énekelni a testvérek, kezdve a legkisebbtől a legnagyobbig, és a legfiatalabbtól a legrégebb óta a fiatalig, akkor azt látom, hogy van, aki felemeli a kezét az Úrhoz, és úgy énekel, és úgy imádkozik, van, aki becsukja a szemét, van, aki tapsol. Mindenki nagyon befogadó, és azonnal körbeveszik Elit is, és nagy szeretettel is tápolják, és ezt nagyon jó látni. Ezzel kapcsolatban a szemináriumon volt is egy élményem, hogy ahogy beültem a szemináriumra, így ledöbbentem, hogy én most úgy vagyok itt, mint egy szülő, és nem pedig akiről beszélgetnek, mert hogy ez volt az egyik téma, hogy hogyan tudjunk a gyerekeket Istenhez közelebb vezetni, vagy megmutatni azt a hitet, amit mi is megélünk, azt hogyan tudjuk nekik megmutatni. Figyelünk egymásra, hogyha valaki nehéz helyzetbe kerül, akkor támogatjuk, hogy éppen segítjük az ő helyzetében, és akár fizikai munkával, akár csak egy jó szóval támogatjuk őt. Isten is azt mondta, hogy egyedül mit sem ér nekünk, tehát hogy mindenképpen kell, hogy legyen valaki mellettünk, minél jobb, ha több ember van mellettünk, mert egymás terheit sokkal könnyebb elhordoznunk, és nem csak mi kaphatunk segítséget, hanem mi is tudunk segíteni a másiknak. Jó itt lenni, mert a gyerekemre is oda tudnak figyelni, mind az istentisztelet alkalmon, mind bármilyen foglalkozáson, és jó megtapasztalni azt, hogy nem csak én számítok ennek a gyülekezetnek, nem csak az a cél, hogy én velem mi van, hanem mindig gondolnak a család többi tagjára és a feleségemre is. Az élőremény gyülekezetként azt jelenti nekem, hogy olyan emberekkel vagyok közösségben, olyan emberekkel haladhatok együtt az életem útján, akikkel közös a célom, akikkel közös a reményem, és ez nem egy halott remény, hanem ez egy élő, valóságos remény.